Kovács Ágnes elnökasszony, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségéből. Köszöntöm az Egyesület tagjait, köszöntöm a vendégeinket, a sajtóképviselőit. Kérem Tarlós István főpolgármester urat, hogy a megállapodás részleteiről tájékoztassa önöket. Jó napot kívánunk mindenkinek! Köszönjük az érdeklődést, tisztelt elnökasszony, kedves megjelentek, sajtó, milyen tisztelt képviselői, pontos adatokat szeretnénk mondani, arra részéről egy kicsit részletekbe menően elmondanánk a történet lényegét, és talán egy biztató bejelentést tudunk elnökasszonynak közösen tenni, illetve megerősíteni a beszámoló végén és az aláírás előtt. Szeretném most az elején mondani, hogy ha valakinek a témától eltérő kérése lenne a televízió munkatársainak címzem elsősorban, akkor legyenek szívesek megvárni, amíg befejezzük azt, amiért ma itt vagyunk, és elnökasszonya aláírjuk a megállapodást, illetőleg ő is elmondja azt, amit a közvéleménynek fontosnak tart elmondani, és utána egy második menetben tegyék fel az egyéb irányú kérdéseiket, tehát ne kavarjuk bele ebbe az ügybe azt, hogy mondjuk akar-e indulni a jövő évi választásokon, jó, mert imádnak ilyeneket kérdezni, ami nem baj, csak ezt tegyük el egy második fejezetbe ha. Tehát a fővárosi közgyűlés még 2014. augusztusának végén döntött az M3-as metróvonal infrastruktúrájának és járműparkjának megújításáról. Többször megkérdezték már, hogy miért nem korábban, most csak egy mondatban említem meg, hogy az az adósságállomány, aminek a BKV szenvedő alanya volt, az végül is csak 2015-ben került átvállalásra a kormány részéről, tehát addig kötelezettséget vállalni nem volt lehetséges erre. Úgy gondolom, ezt nem a nehéz megjegyezni, aki nem akarja megjegyezni, azt tényleg csak nem akarja. Tehát fedezet nélküli kötelezettségvállalás az egy jogi tényállást verik ki. Így aztán korábban nem lehetett ennek a munkának nekifogni. A kormány döntése alapján a beruházás felkerült az Unió IKOP listájára. Az eredeti támogatási összeg, ami még ma is érvényes, 137,5 milliárd forint. És csak azért mondom el, mert némely újság cikkekben lehetett olvasni, hogy hát nincs meg ennek a munkának a fedezete, de megvan. Igaz, hogy az Unióból hivatalos visszaigazolás a mai napig nem érkezett, hogy sok másra sem, de a kormányon van egy érvényes támogatási szerződésünk, ami egyoldalúan nem is mondható fel. Így aztán a 3-as metró egyes ütemének, de még a 2-esnek a kötelezettségvállalására múlt nyílik, mert ennek a fedezete adott. A főváros számára
Ennél a beruházásnál is minden ellenkező korábbi híreszteléssel szemben fontos az akadálymentesítés, az, hogy biztosítsuk a mozgásukban korlátozottaknak a közlekedési járművek használatához való jogot és lehetőséget. Most teszem hozzá, és ezt muszáj elmondanom, hogy ezzel egyidejűleg erősíteni fogjuk a igazolványok ellenőrzését, és ez szigorúbbá fog válni, mert a mozgáskorlátozottak kárára és kontójára tapasztalható, olykor eléggé el nem ítélhető visszaélések ebben a kérdésben. Éppen a mozgáskorlátozottak lehetőségeit szeretnénk nagyobb mértékben biztosítani azzal, hogy ilyen visszaélések lehetőségét korlátozzuk. Ezt azért mondom el, nehogy véletlenül valaki azt gondolja, meg hát ismerve a mostani hangulatot és hát bizonyos körök csalódottságát, ebből esetleg értelmezés problémák keletkezhetnek, hogy mi ennek az intézkedésnek a célja. Ezt az önök érdekében és nem önök ellen szándékozunk és fogjuk megtenni. Már a metró felújítás előkészítése során készültek koncepciótervek annak megoldására, hogy az állomások akadálymentesítése megtörténjék, szemben ugye az M2-es metró felújítással, ahol összesen két állomásnak az akadálymentesítését végezték el. Az a helyzet, hogy itt az egyeztetések jóval előbb megkezdődtek, mint ahogy a egyébként elbukott népszavazási kezdeményezés történt volna. Az állomások akadálymentesítése az eredeti elképzelések szerint is összesen 12 állomás eleve érintett. Az akadálymentesítés már korábban megvalósult a Kőbánya Kispest végállomáson, az Árpád hídnál, Újpest városkapunál pedig a Budapest-Esztergom vasútvonal felújítása keretében oldják meg az akadálymentesítést. További 9 állomásra, ugye Újpest központ, városközpont, Gyöngyösi út, Forgács utca, Lehel tér, Nagyvárad tér, Népliget határút, Nyugati pályaudvar és Deák Ferenc tér, itt elkészültek a engedélyezési tervek és megvannak az elvi építési engedélyek. A 9 plusz a meglevő 3 együtt kiadja a 12-t az eredeti tervek szerint már. A főváros hosszú hónapokkal ezelőtt, tehát ismétlem korábban, mint ez a Isten tudja, hol elhalt népszavazási kezdeményezés, megkezdte az egyeztetést a mozgáskorlátozottak egyesületeinek országos szövetségével az M3-as metróvonal állomásainak akadálymentesítése ügyében. A most aláírandó megállapodással sikerül megnyugtatóan rendezni a kérdést, és elnökasszonynak és munkatársainak köszönöm a kemény egyeztetések során tanúsított konstruktivitást, hiszen mind a ketten igyekeztünk a lehetőségeink határáig elmenni, mindketten megéreztük, hogy hol vannak a másiknak a határok, és ebből tudott egy jó megállapodás születni, aminek eredményeképpen, mindjárt el fogom én is mondani, utána remélhetőleg elnökasszony is, hogy milyen megoldás született, ami tulajdonképpen Magyarországon példátlan mértékű akadálymentesítést jelent a korábbiakhoz képest. A most aláírandó megállapodással tehát egy megnyugtató rendezése várható ennek a kérdésnek. Ennek a lényege az, hogy az eddigieken felül a főváros további 6 állomáson akadálymentesítést vállal, a projekten kívül, de azzal időben is egyidejűleg és párhuzamosan. Tehát az, hogy a projekten kívül, az azt jelenti, hogy nem feltétlenül az uniós támogatási keretből, hanem részben saját forrásból, de a felújítás végére az akadálymentesítés is befejeződik. Egyidejűleg a főváros erről gondoskodik. Ez az említett 6 állomás, a Dózsa-György út, az Arany János utca, a Ferenciek tere, a Kálvin tér, a Korvin negyed és a klinikák. Ezek akadálymentesítését vállalja tehát a főváros. A megoldás az úgynevezett ferdepályás felvonókkal történik meg.
A klinikák állomásnál a peronszint és a felszín között épülne ferdepályás felvonó, a becslések szerint kb. 640 millió forint értékben, a Korvin negyednél a peronszint és az aluljáró között ferdepályás felvonó, az aluljáró és a felszín között pedig hagyományos felvonó épül, ennek a becsült értéke 929 millió forint, a Calvin térnél a peron szint és az aluljáró szint között épül ferdepályás felvonó, nettó 671 millió forint becsült összegből, a Ferenciek terénél pedig 656 millió forintból ugyanez. Ennél a két állomásnál az aluljáró és a felszín között már van lift. Az Arany János utcai állomás esetében a peron szint és a felszín között ferdepályás felvonót építenének, aminek becsült költsége 653 millió forint. A Dózsa-György úti állomásnál a peronszint és a felszín között lifteket építenének, amelyek lehetőség szerint az aluljáró szinten is megállnának. A Dózsa-György úti állomás akadálymentesítésére az északi szakasz üzembe helyezését követően kerül sor, mivel a szerkezetépítési munkákhoz a jelenleg közlekedő metrópótlóbuszok forgalmának jelentős korlátozására lenne szükség. A mostani megállapodással a főváros vállalja azt, hogy a Dózsa-György úti állomást legkésőbb 2020. szeptember 30-i határidőre akadálymentesíti. A Deák Ferenc téri állomáson nem ferdepályás, hanem hagyományos függőleges lift fog épülni, kivételesen, mert itt felhasználható a korábban oda tervezett nemzeti színházhoz készült liftaknak. A középső szakasz, mert ugye három szakaszból áll az infrastruktúra felújítása metrónál, a középső szakasz belvárosban levő mélyállomásainál a ferdepályás liftek megépítése megoldható. A ferdepályás felvonókról a BKV metró felújítási projekt igazgatósága február közepétől összesen 21 európai gyártó 31 képviseletét kereste meg a műszaki megvalósíthatóság és a költségek tekintetében, valamint több európai nagyváros közlekedési cégét is megkereste és információkat gyűjtött be az üzemeltetési tapasztalatokról. Március végéig 5 gyártói képviselet adott pozitív visszajelzést, és ez esetekben konkrét indikatív árajánlatok is érkeztek. Az előzetes gyártói vizsgálatok alapján minden mélyállomásnál megoldható a ferdepályás felvonók alkalmazhatósága. A ferdepályán mozgó felvonók előnye, hogy a mozgásukban korlátozottak önállóan használhatják azokat, nem igényelnek költséges, csak kockázatos építési módszerekkel kialakítható új szerkezeteket, a hagyományos liftek árának negyedéből, ötödéből megvalósíthatók, ráadásul vannak használatban lévő európai referenciák is. A fővárosi közgyűlés legutóbbi április 25-i ülésén döntött arról, hogy a metroállomások speciális akadálymentesítésének tervezésére és kivitelezésére további 5,6 milliárd forintot biztosít a BKV számára. Mindezekkel együtt az M3-as metró 20 állomásából 18 akadálymentessé válik, és az M2-es metró 2 darab biztosított akadálymentesítéséhez képest, tehát ki döntse el, hogy ez milyen különbséget jelent minőségileg, szándékilag és eredményében egyaránt. További két állomás maradt, ugye az Ecseri út és a Pöttyös utca, ezek kis mélységű állomások. Ezek esetében a most aláírandó megállapodással a főváros vállalja 2023 végén olyan végleges műszaki megoldást alakít ki, amely a mozgásukban korlátozott személyek akadálymentes, önálló, biztonságos és méltóság teljes használatát biztosítja. Elnök asszony itt nem tudott engedni, és én ezt beláttam, ugyanis átmenetileg a két állomáson ideiglenes megoldásként korlátliftek épülnek, ezt elnök asszony nem fogadta el, amit én megértéssel fogadom.
fogadtam, és az a megállapodás, hogy ahogy mondtam, 2023-ig vállalta a főváros, hogy olyan végleges műszaki megoldást nem talál, hanem ki is alakít és üzembe helyez, amit elnökasszony és munkatársai el tudnak fogadni. Ha ez nem sikerül, akkor mi vagyunk a hunyók, nálunk van a labda, a 2023-as határidő az érvényes, vagyis itt az elnökasszony egy előnyös helyzetet csikart ki a szövetség, illetve önök számára. Ezt viszont én megértéssel fogadtam, és meg tudtunk ebben a megoldásban egyezni. Ezúttal is köszönöm. A megállapodás alapján a főváros munkacsoportot hoz létre az akadálymentesítés egyenlő esélyi hozzáférés biztosítása érdekében a MEOSZ-szal, és ez nem csak erre a két említett állomásra, az Eseri útra és a Pöttyös utcára vonatkozik, és ez az a bejelentés, amit az elején ígértem. Biztosan hallották, hogy a milleniumi föld alatt itt az M1-est is fel fogjuk újítani. Munkacsoport ebben az esetben is létrejön a MEOSZ bevonásával, tehát elnökasszony és munkatársai itt is bele fognak folyni a akadálymentesítés folyamatába és előkészítésébe. A peronokról, akadálymentesen be lehet a kerekeskormány közlekedni a szerelvényekbe, és a szerelvények pedig végig átjárhatóak lesznek. Az akadálymentesítés fennmaradó kérdéseit pedig a munkacsoport elnökasszony, illetve Szeneszély főpolgármester helyettes úr vezetésével ki fogják találni, és hasonló megállapodást szándékozunk kötni. Tehát azt tudom önöknek remélhetőleg kedvező bejelentésként most megtenni, hogy a millennium föld alatt is teljes mértékben akadálymentesítve lesz a felújítás során. Ezt szeretem volna elmondani önöknek, és szeretném megköszönni az érintettek pozitív és konstruktív hozzáállását, elnökasszonyét és munkatársait különösen, és hát ennek értelmében és ennek alapján fogjuk a megállapodást következő percben elnökasszonynak aláírni. Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam önöknek. Köszönöm szépen, és akkor kérem Kovács Ágnes elnökasszonynak tájékoztatást. Tisztelt főpolgármester úr, tisztelt megjelentek! Köszöntöm Önöket a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének elnöksége nevében, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a mai napon egy olyan mérföldkőhöz jutottunk, amely a mozgássérült emberek számára igen fontos. Hazánk nagyon gazdag azokban a jogszabályokban, amelyben elkötelezte magát abban az irányban, hogy a Magyarországon élő mozgássérült emberek érdekében minden olyan intézkedést megtesz, amely a mozgássérültségükből fakadó hátrányokat felszámolja. Nagyon fontos ezeknek a hátrányoknak a felszámolása során a közösségi közlekedés akadálymentes használata, hiszen talán az egyik kulcs ahhoz, hogy az élet minden területén hozzáférhetővé váljon minden a mozgássérült emberek számára. Hiszen a közlekedés az, amely megengedi azt a számukra, hogy az otthonukat elhagyva a társadalom igen aktív részeseivé tudjanak válni. Azt gondolom, hogy a mai nap több szempontból is mérföldkő. Mérföldkő azért, mert egy beruházás úgy fog megvalósulni, hogy az minden magyar állampolgár számára egyenlő esélyű hozzáférést fog biztosítani. Függetlenül attól, hogy mozgássérültként éli az életét, vagy babakocsival közlekedik, vagy idős, vagy utazik a nehéz csomagjaival. Annak külön örülök, hogyha a főváros és a MEOSZ közös lobbiának az lett az eredménye, hogy nem csak a mi társadalmi csoportunk számára született pozitív döntés, hanem sokkal több réteget érintő pozitív eredmény született. A mozgássérült emberek aktív és értékes tagjai ennek a társadalomnak. Nekünk, a társadalomnak, az államnak, így a döntéshozóknak, a jogszabályban rögzítetteket,
a mindennapi gyakorlat részévé kell, hogy tegyük, mert akkor kinyitjuk a kaput arra, hogy a fogyatékos ember minden értékét megmutatva ennek a magyar társadalomnak olyan értékeket hozzon, amely ezt a mi közös világunkat még színesebbé tudja tenni. Amikor arról beszélünk, hogy a fogyatékos emberek számára a társadalmi esélyegyenlőséget meg kell teremteni, még 2018-ban is nagyon sokszor arról beszélünk, hogy érzékenyítő programokat kell megvalósítani. Nem kell érzékenyítő program, ha olyan világot teremtünk, amelyben mindenki egyenlő eséllyel tud rajta részt venni. Amikor majd együtt járunk óvodába, iskolába, együtt közlekedünk a metrón, a buszokon, akkor már nem kell tanulnunk egymástól, hiszen egymás életének szoros részei vagyunk. A mai nap több szempontból is mérföldkő, ahogy már mondtam. Nem szeretnék kitérni a műszaki részletekre, hiszen főpolgármester úr részletesen bemutatta önöknek. Engedjék meg, hogy egy érdekvédelmi szervezet vezetőjeként rávilágítsak erre a mai napnak az eredményeinek a sokasságára. Amikor Magyarországon azt írjuk le jogszabályokban, hogy semmit rólunk nélkülünk elv, az azt jelenti, ami ma itt történik. Úgy születik döntés azon a szinten, mint a főváros szintje, hogy ebbe bevonták a fogyatékos emberek érdekképviseletét, és velünk közösen alakítanak ki olyan konstrukciókat, amely a mi közösségünk számára is alkalmas. A másik nagyon fontos, hogy ma ezzel a beruházással a főváros megüzeni minden önkormányzatnak, és a magyar társadalomnak és a magyar államnak, hogy egy beruházást lehet ilyen minőségben is megvalósítani, és nem lehetetlen, csak konszenzus és konstruktivitás kell hozzá, és megfelelő mértékű nyitottság. Én ezért üdvözlöm ezt a mai napot, és annak különösen örülök, hogy a mai napon megkötendő megállapodás része egy másik szóbeli megegyezés, amiről már főpolgármesterről beszélt, és az még egy mérföldkő, mert akkor fogunk bekerülni egy beruházási folyamatba a másik metróvonal kapcsán, amikor még a tervezési folyamatok vannak. És nem utólag kell érdeket érvényesíteni, hogy egy ilyen pozitív megállapodás megszülessen, hanem rögtön az alapoknál ott lehetünk, és dolgozhatunk közösen azért a célért, hogy ma Magyarországon, itt Budapesten is senki ne érezzen hátrányt, ha a közösségi közlekedést kívánja használni. Úgyhogy én ezért még egyszer nagyon köszönöm a fővárosnak, de különösen főpolgármester úrnak az elmúlt hónapok tárgyalási folyamatát, azt a fajta konstruktivitást, amelyet tapasztalhattunk, és hogy ilyen konszenzus születhetett a magyar mozgássérült emberek érdekében, amely még egyszer hangsúlyozom, mérföldkő a fogyatékosságügyi szakpolitikában. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Először elnök kérdezzék, elnök asszonyt akár főpolgármester urat, és csak utána a más témával van kérdés. Akkor igen, van nekünk a tévételés. Technikai, illetve pontosító kérdéseim lennének, szerintem főpolgármester úr, aki erre tudna válaszolni.
a ferdepályás liftekkel kapcsolatban, hogy azokon az állomásokon, tehát ezek hova kerülnek majd beépítésre, ugye a mozgó lépcsők azért eléggé behatárolják a teret, például a klinikák állomásnál három mozgó lépcső sor van, hogy hogy kell elképzelni, hol lesznek majd ezek a ferdepályás kabinok? Rendszerint a lépcsősorok között, a lépcsősoroknak a távolsága az variálható, erre Radnai Tibor igazgató úr tudna igazán autentikus választ adni, hiszen technikai kérdés, amit tetszett kérdezni. Én utaltam arra, hogy valamennyi említett állomáson megvizsgálták a beépíthetőség lehetőségét. Ha részletesen műszaki tájékoztatást kíván, akkor megkérem Radnai igazgató urat, hogy akár most röviden tegye meg, de alig hinném, hogy ez egy híradóba vele fog férni. Ha kívánja, akkor Radnai úrral egy külön interjút készítsenek erről, mert nem is egyforma módon lehet megoldani minden állomásnál, hanem többféleképpen az állomás keresztmetszetétől, és annak függően, és annak függvényében is, hogy maguk a mozgó lépcsők milyen széles aknában helyezkednek el, mert ez sem egyforma minden állomásnál. Azt hiszem 90 és 120 cm között változik most. Ezt nem is tudom pontosan. 80-91 méteres mozgó lépcsők van a különbözőben. Hallották a választ? Igen, de akkor, hogyha megoldható, akkor ezt megkérdezném utána egy külön interjú, vagy a többieket nem. Megvizsgálták természetesen a beépíthetőség lehetőség. Hát gondolhatja, hogy nem úgy ugrottunk neki, hogy hát akkor legyen ilyen műszaki megoldás, aztán vagy befér, vagy nem, hanem hosszú hetek, sőt egy-két hónap arra ment rá, hogy a szakma megvizsgálja állomásonként a beépíthetőség lehetőségét, és akkor határoztuk el a megállapodás aláírását, amikor eldőlt, hogy ezek a megoldások mind állomásra alkalmazhatók. Köszönöm, és akkor még egy, hogy csak hogy akkor pontosan 2023-ig az Ecseri út és a Pöttyös utcai megállóknál akkor mi lesz? Hát az Ecseri út és Pöttyös utcai megállóknál még nem tudjuk, hogy mi lesz. Ezért mondtam azt, hogy megkeresik a megoldást a szakma vezetői és munkatársai, a MEOSZ illetékes képviselőivel. Addig alkalmazzuk ezeket a korlátlifteket, ameddig meg nem találják a megoldást. Ha már ismernénk a megoldást, akkor nem 18, hanem 20, mind a 20 állomást akadálymentesítenénk már a mostani megállapodásban. Mivel ez a megoldás még megállapodás szintjén nem született meg, ezért azt nem tudjuk önnek megmondani, hogy melyik alternatíva mellett döntenek. Hát ad abszurdum, klasszikus liftek is léteznek, azt el akartuk kerülni, és ezek a 18 állomásnál sikerült is, mert említettem a tájékoztató során, hogy annak a bekerülési költségei azok négyszerese, ötszöröse a ferde liftekének, és mivel ezek kis mélységű állomások, ezért ad abszurdum, ezen a két helyen nem akarjuk elméletileg kizárni a klasszikus lifteket, de hát az a követelésem, hogy a politika mezejéből érkezett, és hát minden szakmaiságot nélkülözött, hogy minden legyenek klasszikus liftek, amiknek a műszaki problémáival most ne is ássuk bele magunkat, elég a költségekre utalunk. Ezért kerestük meg, és találtuk ezeket a ferdeliftes megoldásokat, de azt hiszem, hogy amint a megoldás megszületik, és elnök asszonyra egymás szemébe tudunk nézni, hogy akkor 23-ig ez lesz a Pöttyös utcánál és az Ecseri úton, akkor haladéktalanra fogunk önnek számolni. Egyelőre az az elhatározás, hogy ott addig kell nekünk ajánlatokat tennünk, amíg a elnök asszony nem vonja össze a szemöldökét, és nem mondja azt, hogy ez így rendben van. Hát ennyi, tudok mondani, hogy van. A költségeket érintelene kérdésem, hogy ez a mostani bejelentését, a megállapodás, ez pontosan mekkora plusz költséget jelent majd, ugye sorolta az egyes megoldásoknak a költségét, az összességében mennyibe kerül majd, illetve hogy mondta, hogy EU-s, illetve fővárosi forrás is lesz ebben. Ezben főleg fővárosi forrás lesz, de akkor a beszámolóm végén elkalandozott a szerkesztő figyelme, mert említettem, hogy 6,5 milliárd forintot küldöttünk el erre a célra, ami persze ebben a pillanatban egy becsült összeg, de nagyságrendileg bizonyosan nem számoltuk el magunkat jelentősen. Tehát
Most ez 6,5 milliárd forint körül összegetett. És akkor a következő kérdésem, hogy akkor ebbe az írásbeli megállapodásba ugye az Ecseri meg a Kötyös utca nincs benne. Tehát az nem értem. Az írásbeli megállapodásban, amit találjátok ebben, nincs benne az Ecseri és a Kötyös utca. Ugye? Hát benne ez van az ideiglenes megoldással és azzal a vállalással, a kormány hívtott és megépített. De már szóbeli megegyezésről is volt szó. Az az M1-es metró, a Millenniumi, az a szóbeli. Így írásban vállaltuk, elnök asszony megkötötte magát és mi megadtuk magunkat. 2023-ig megépül a végleges megoldás a két kismérségi állomáson, addig pedig a korlátlifteket lehet használni, tehát ez a két állomás is hozzáférhető lesz. Csak nem olyan műszaki megoldás, amit a MEOSZ vezetése el tud fogadni. Ezért kötöttük azt a kompromisszumot, hogy oké, akkor most csinálhatjátok a korlátliftet, de ezt mi nem fogadjuk el, hanem akkor vállaljátok, hogy 2023-ig a végleges megoldást nem csak megtaláljátok, hanem meg is valósítjátok. És akkor az utolsó kérdésem az, hogy mi változott? Ugye kicsit kevesebb, mint egy évvel ezelőtt még azt mondta, hogy nincs pénz arra, hogy ezeket a megállókat akadálymentesítsék. Mi változott meg önben, vagy lett pénz, vagy mi volt az, ami ideig vezetett, hogy most mégis az összes megállókat akadálymentesítsék? Tulajdonképpen az utóbbi egy évben megszaporodtak ezek a megfogalmazások a sajtó egyes képviselői részéről, és számomra nagyon megtisztelő, hogy akár metró, akár árvízvédelem, mindig a főpolgármester egyszemélyes döntéseként jelennek meg ilyen ügyek. Ez nem olyan nagy baj, az se baj, hogy nem egészen így van, de hát azért vagyok itt, hogy így jelenítsen meg a főváros egészét. Voltak éppen, ugye arra ön is emlékszik, hogy a három szakasz infrastruktúrás felújítás három szakaszára benyújtott tendereket, azokat 2010-ben kénytelenek voltunk visszautasítani, és úgy voltunk vele, hogy első lépésben addig nyújtózkodjunk, ameddig a takarónk ér. Aztán, amikor felvettük a kapcsolatot a mozgáskorlátozottak országos egyesületeinek országos szövetségével, akkor egy részletesebb kölcsönös tájékozódást tudtunk elérni, és én beszéltem a kormánnyal is abban az ügyben, hogy itt nekünk lehet visszahivatkozni, és nagy igazságot mondunk, hogy bár ugyanazok a törvények érvényben voltak a kettes metró felújításánál is, amikor a kutya se csinált semmit, meg amit vállaltak, azt se teljesítették, erre mondják ellenzékiek, hogy ez visszamutogatás. Lehet azt mondani, hogy visszamutogatás, de attól még lehet igaz is, ténybeli kérdés. És átgondoltuk az egyeztetések megkezdésekor, mert ugye Radnai úrék kezdték el már korábban az egyeztetéseket, mielőtt a politikai hisztériakeltés megpróbált elindulni, ami aztán össze is omlott, de akkor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy ha itt saját forrásból megpróbáljuk összekotorni, és a kormány is bólogat nekünk, meg mi is a kormánynak, meg hát, hogy mondjam, erről már nehezebb beszélni, de az empátia is működik. És mikor kiderült, hogy hát ha sikerül összekaparnunk saját forrásból a szükséges összeget, azt most ne kérdezze, hogy honnan, mert több helyről, meg mindegy is, hogy honnan, akkor kezdtek ezek a megbeszélések és egyeztetések igen konstruktívvá válni. Aztán egyszer csak ott kötöttünk ki elnök asszonyjal, hogy hát hoppá, akár meg is tudunk itt egyezni. És az, amit elmondott Kovács Ágnes, hogy hát ha mintaértékű lehet, és a jövőben politikai kurzus függvényében más-más fogalmazás technikával ne egy-két állomást akadálymentesítsenek, hanem legyen ez egy komplex elhatározás és megvalósítás, akkor ez a dolog valahogy úgy magától kialakult. Elnézést kérem, hogy muszáj, hogy kivennie, nincs jól, és egy